Az idén teljesen új rendszer volt, tehát minden versenyzőnek, aki úgymond a meleg és hideg konyhába indult, ugyanazt a szisztémát, ugyanazt a rendszert kellett csinálnia. Tehát nem volt az, hogy A és B kategória, hanem csak egyfajta kategória volt, ahol kellett mindenkinek csinálni kettő hideg ételt, 6 adagba megtálalva, kettő fajtát, kettő meleg előételt, tehát kettő fajta meleg előételt, szintén 6-ban megtalálva, és egy 4 fogásos menüsort. Hogy milyen alapanyagból, hogyan csinált, az teljesen mindegy, csak a követelményeknek megfeleljen. Azt a 4 fogásos menüsort megtudhatjuk? A 4 fogásos menüsort, jó kérdés. Figyelj, a 4 fogásos menüsorban volt Szent Jakab kagyló, spenóttal töltve, a 4 fogásos menüsorban volt libamáj pástétom, a 4 fogásos menüsorban volt ördöghal tekercs, körrés vajhalpéppel töltve, akkor a 4 fogásos menüsorban volt paradicsomos, zöldalmahabos, fehér csokoládés desszert, és a főétele az meg egy kelkáposztás szarvaspástétom fafülgombával és zöld pisztáciával.